A Kiberma mai adásában tovább teszteljük az elérhető elektromos autózási alternatívákat, és ezúttal egy tisztán elektromos autót fogunk megvizsgálni. Vajon a hétköznapokban jár bármilyen kompromisszummal? A Cyberpunk 2077 megjelenésekor hatalmas csalódást okozott a tengernyi programhiba miatt, sőt, egészen másfél évet kellett arra várnunk, hogy megkapjuk a natív PS5 vagy Xbox X verziónkat. Most végre kipróbálhatjuk. Megérte a várakozás az erősebb hardware-rel rendelkezőknek. Ezen kívül ígéretesnek tűnik az idei év a Rainbow Six Siege játékosoknak, csökkennek a videókártya árak, többet ér az AMD, mint az Intel, és kipróbálható lesz ingyen az Assassin's Creed Valhalla. Üdvözlünk mindenkit ezen a szép tavaszi napon, és ismét egy nagyon érdekes elektromos autó van nálunk, és azt előjáróban el kell már is mondani, hogy ez sokkal inkább egy hétköznapébe alternatíva, egy valós alternatíva, sokkal inkább, mint a Mach-E, ami nálunk járt, ami hát az őrület lóerőkről szólt igazából, egy nagyon magas fogyasztással együtt, de itt van nekünk most az autó, amit a hétköznapokban sokkal inkább el tudnék képzelni. Ha már az óránál állok az autónak, akkor kezdjük is itt. Mindig izgalmas kérdés, hogy melyik gyártó hova szeretné tenni a töltőt, lehet oldalra, hátra, belejteni a logó alá bármi. Na hát itt is elő van, és hogyha ugye megnyomjuk egyszer, akkor elénk is tárul, és hát lehet látni, hogy rögtön nagyon érdekes, hogy ugye itt valamikor csak ezt kell kinyitni, onnan töltő, ami az egészet, úgyhogy mindenféle töltőket tudunk használni, és ha már itt állunk, akkor el kell, hogy mondjam, hogy az autó nagyon hálás, hogyha gyorsabb töltőre tesszük, ugyanis 70 kWh-val is tud tölteni, tehát akár még 100-as töltőre is érdemes rátenni, mert meg fogja hálálni, de még egy 50-es töltőnél is körülbelül másfél óra 80%-ra fel lehet tölteni, ami nem rossz, ugye figyelembe véve a hatótávot, amiről majd később a kocsiban mesélek. Mi nem nagyon szoktunk azzal foglalkozni, hogy hányan férnek el, meg hogy mekkora csomagtér, ezt csak azért szeretném megmutatni, hogy azok az emberek, akik azt hiszik, hogy a nagy akupak miatt biztosan valami kicsi csomagtérrel van dolgunk, azok most láthatják, hogy semmi probléma nincsen, gyakorlatilag az autó méretéhez képest egy teljesen tágas csomagteret kapunk. Természetesen magunkkal kell vinni a töltőkábeleket, van itt nekünk egy fali töltős verzió, vagy utcai töltős verzió, és itt pedig ebben a kis alsó rekeszben, itt van a 220-as, és hát ugye jól meg lehet ismerni, ezekhez mindig van egy ilyen kis brick is, és akkor mindent tudunk gyakorlatilag tölteni. Én nem hiszem, hogy bárki azért panaszkodna. Azért már panaszkodhat, hogy mindig olyan nehéz visszaakasztani ezt, de azért nem hiszem, hogy bárki panaszkodna, hogy kicsi a csomagtartó. Gyerekkorunk alapkérdése volt, hogy a hánya megy című alapvetés, hogyha kisgyerek új autót látottak, ez volt az első kérdése. Na hát ez mostanra már teljesen átalakult, most inkább a mennyit megy, ami általában foglalkoztat minket ugye hibrid autóknál, vagy teljesen elektromos autóknál. Na hát ez az autó, ez egy teljesen élhető elektromos jármű, hiszen ebben egy 64 kWh-s akkumulátor van, ami az autónak a fogyasztásával, ami körülbelül, hogyha tudjuk, hogy hogyan kell ugye hibridesen vagy elektromos autósan vezetni, tehát szeretjük kifuttatni, meg rekuperálunk, meg hasonlók, akkor egyébként 14 és 15 kWh körül van, ami nagyon jónak mondható. Talán emlékeztek rá, hogy a Mach-E-vel, ami ugye egy eszméletlen erős elektromos autó volt, ott ilyen 26-os tartományokban voltunk, de hát az nyilván nem a takarékosságról szólt. Szóval ilyen fogyasztások mellett ez az autó gyári adatok szerint 455 kilométert is meg tud tenni. Azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy én ezt még életben nem láttam, tehát nálam olyan 410 körüli volt a legjobb érték eddig, amikor feltöltöttem. És ez egyébként nagyon jó, mert én kipróbáltam azt a régi álmomat, hogy megkerültem elektromos autóval a Balatont, és sikerült is abszolválni úgy, hogy reggel körülbelül egy olyan 90 és 100 közötti töltéssel indultam, és mindösszesen egy órát töltöttem Siófokon a leglassabb verziós, tehát a 20 kW-os töltéssel egy helyen, mindösszesen egy órát, tehát az nem volt valami sok, amit akkor töltődött, és még úgy is úgy értem haza, hogy körülbelül egy 40-50 km volt az autóban. Ahhoz, hogy leérjük ezeket a számokat, ez 294 darab cellát sikerült belepakolniuk ennek az autónak az aljába, ami 453 kiló, és ezáltal az autónak az össztömege egy picit elsőre soknak hangzik, 1,7 tonna, de hozzá kell tenni, hogy szerintem teljesen át kell alakítani az ezzel kapcsolatos korábbi sztereotípiáinkat. Tehát természetesen ez tényleg úgy van, hogy
a korábbi logikánk szerint egy ekkora autó 4,7 tonna az borzasztónak tűnhet, de mivel az ilyen típusú autóknál alul van ez a súly, emiatt egy iszonyatosan stabil autót kapunk, egyáltalán nem érezzük azt ilyen erők mellett, ugye egyébként 395 Nm az a nyomaték, amit azonnal le tud adni, hogyha lepadlózzuk. Próbálgattam természetesen a Kressz szabályot figyelembe véve egy picit gyorsabban kanyarodni, hogy megnézzem azt, hogy érzek-e bármilyen billenést. Úgyhogy a súlya ellenére egyáltalán nem érezzük azt, hogy ez az autó egy lomhadög lenne. Sokan szoktak aggódni kettő dolog miatt, az egyik az, hogy nem jól jelzi ki az autó az elektromos távot. Na, erről szó nincsen. Az autó tényleg iszonyatosan pontosan jelzi a menettávot, tehát hogyha folyamatosan nézzük, akkor nem kerülhetünk veszélybe, és ezt még inkább támogatja az, hogy ennek az autónak a mérnökei kitaláltak egy olyan rendszert, hogy gyakorlatilag azt a hőt, amit az aksik termelnek a működés alatt, azt is tudjuk használni az utastérnek a fűtésére, és nem történik az, hogyha megnyomjuk a fűtésnek a gombját, hogy hirtelen 50%-kal leesik a hatótávunk. Mi úgy figyeltük meg, hogy nagyjából egy 20 km-t csap le olyankor a satszolásból, de hát amint kikapcsoljuk, az akkor azonnal ugye kvázi vissza is jön. Nagyon jól adották meg a különböző módoknak a váltásának a lehetőségét. Értem ez alatt magát azt is, ugye, hogy most éppen D-ben megyünk, ugye szokásos előre vagy R-ben hátra. Például azt észrevettem, hogy sportmódban, amit kb. Egyszer próbáltam ki. A sportmódban, mintha erőteljesen motorféket kapnánk, lehet, hogy ez egy biztonsági funkció kicsit, hogyha már esetleg véletlenül valaki alatt megszállnak a lovak, akkor egy picit segít visszafogni az autót. És ha visszatérünk ide a kezelőszervekre, akkor pedig látjuk, hogy el vagyunk kényeztetve mindenféle hűtés-fűtés opcióval. Hát az már természetes, hogy itt van nekünk természetesen az ülésfűtés, de üléshűtésünk is van, hát pontosabban szellőztetésnek hívjuk ezt inkább, és ugye azt is 3 fokozatba lehet kapcsolni, és hát ők rögtön megoldották egy gombbal ezt a kettőt, úgyhogy minden rendben van. És van nekünk itt még kormányfűtésünk is természetesen. Nem szeretem azt, amikor egy ilyen csúszkát kell ugye tologatni, amik a régisebb váltóra emlékeztetnek, ugye emlékezhetünk a seatbe is, hogyha benn vagyunk D-be, akkor egészen a másik felére kell tolni a P-hez. Én annak semmi értelmet nem látom. Én azt szeretem, amikor egy gombak lehet átváltani, és akkor az a legkényelmesebb. Megszokottuk már a gyártótól ezt a fajta kialakítását a különböző hűtés-fűtés rendszereknek. Igazából, és nagyon jó, hogy meghagyták a hagyományos tekerőt is. Hát természetesen az olyan alap dolgok, mint hogy két zónás, az itt is természetesen adott, de ami nagyon tetszik még, hogy a driver only-t be tudjuk kapcsolni, és akkor csak rám jön a fűtés, csak rám jön a hűtés, és akkor ezzel spórolhatunk, és hát igaz is ez, hiszen miért akarnánk mondjuk a hátsó, ott nem ülő embereknek a helyét fűteni, sokkal takarékosabb így. Ahogy itt lehet látni, természetesen aktív ebben is a CarPlay, amit ezúttal is vezetékkel tudunk csak használni, tehát nincsen sajnos Wi-Fi hotspot, hogy vezeték nélkül is működjön, de ezen a legkevesebb gondunk, mert legalább jól töltődik a telefonunk közben. És hát természetesen, ugye most látjuk, hogy a Google Maps aktív éppen a telefonomról, hogyha előhívjuk a különböző ikonokat, akkor pedig az autónak a beépített szoftverébe vissza tudunk lépni így, és akkor ezt a szokásos, már-már szokásosnak mondható olyan lila, magenta-szerű menüt kapjuk, ami a gyártónál alapvetés mostanában, és ugye a CarPlay opcióval, vagy ha Android autónk lenne, Androidos telefont hoztunk volna erre az útra, akkor megjelenne az Android Auto opció, és akkor úgy tudnánk visszalépni. Erre igazából olyan túl sok szót nem is vesztegetnék, hiszen már többször bemutattuk. Az autónak ez a könnyökölőrész kialakítása egyébként attól függetlenül is, hogy ugye itt tudjuk vezérelni a dolgokat. Szerintem nagyon praktikus, rengeteg helyünk van, itt van ez a hatalmas tér, ugye itt most a telefonon van éppen a navigációval. Nagyon el vagyunk kényeztetve a különböző töltési lehetőségekkel. Ez itt a fő USB, tehát a CarPlay, az Android Auto az erről fog csak működni, de ezen kívül kapunk csak töltésre egy USB-t. Itt van egy régen szivargyújtónak hívott történet, ma már talán a fiatalok nem is ezt a szót használják rá, de a lényeg az, hogy itt tudunk 180 watt-tal, 12 volt-tal tölteni, és ezen kívül pedig még itt van ez a nagyon kis praktikus elrejthető, itt két pohártartó van, nagyon szimpatikus, és ez egy nagyon masszív, tehát hogyha nekünk egy tér kell itt, amit rá tudunk tenni valamit, akkor nagyszerűen működik. De hogyha még az USB-kről beszéltünk, akkor itt is bizony a elengedhetetlen 2022-ben vagyunk természetesen maszk mellett. Itt van nekünk még egy szintén töltésre alkalmas USB, és ami pedig az egyik legérdekesebb, hogy a hátam mögött pedig van egy ajzat, ez egyébként nagy meglepetés volt, ezt nemrég fedeztük fel.
Úgyhogy nem igazán tudunk olyan szerkezetet behozni az autóba, hogy minden tudnánk történni valahogy. Kapunk egy kis panoráma tetőt is, ezt manuálisan kell kinyitnunk, de még ezt is tudunk variálni egy picit. Ez kivételesen nem megy egészen hátra, mint a Seedben láthattuk pár héttel ezelőtt. Ez csak ilyen bukkorra nyitható, de ez is nagyon kellemes, pont most egy tavasz idő, ez kifejezetten ideális, amikor az ablakokat talán még nem nyithatjuk le egész napra, mert akkor megfáznánk, de kis levegőt be tudunk engedni ezáltal, úgyhogy nagyon tetszetős ez a megoldás is. Természetesen ebben az autóban is benne van minden manapság elérhető baleset megelőző technikai segítség. Természetesen ugye a piktogramok, amik jelzik a tükörben, hogyha mellettünk van a holtérben egy autó, és hát egyébként meglepően jól tartja a sávot, tehát például most is megpróbálok egy kicsit, és hopp, már vissza is korrigált, és lehet látni, ahogy egy pillanatra elengedni, egyébként nem szabad elengedni, mert rögtön írja, hogy ne engedjem el, de lehet látni, ahogy korrigál, tehát most teljesen visszahúzott minket a sáv közepébe. Úgyhogy abszolút jól működnek ezek a rendszerek. Nyilván azt mindenki eldöntheti, hogy most, amikor a dugóban arra szól, akkor ki akarja ezeket inkább kapcsolni, mert ott csipognak, zörögnek, vagy inkább nem, de az biztos, hogy egy nehezebb útszakaszon, autópályán, illetve egyéb szokásos helyeken, vagy akár egy országúton, ott nagy segítség lehet. Bár talán az tény, hogyha hegyi kacskaringos utakra megyünk élmény autózni, akkor lehet, hogyha az ember kikapcsolja, akkor egy picit kevésbé lesz ideges, mert ott szereti az emberi nyugodt körülmények közötti csavargatni jobbra-balra a kormányt, de nagyon jól működik. Na nézzük meg, hogy egy ilyen közepes minőségű felfestés, és igen, és már is érzékelte, úgyhogy még egy ilyen kicsit latyakos, kicsit lekopott, bár valószínűleg 10 évvel ezelőtt felfestett útfestést is azért valamennyire tud érzékelni, de tartsuk tényleg nagyon észben, hogy ez nagyon erősen útfüggő, úgyhogy ne bízzuk az életünket erre, tegyük rá a kezünket a kormányra, de jó körülmények között tud segíteni. Természetesen itt sem lesz nagy újdonság, hiszen mostanában rengeteg modern autót teszteltünk, ugye gyakorlatilag, ha tolatni szeretnénk, akkor itt megjelenik ez a segítség, ugye ahogy forgatom a kormányt, ugye itt megsatszol nekünk, hogy merre fogunk ugye gyakorlatilag fordulni. Itt lehet látni, hogyha valami belép a tengerni érzékelő valamelyik terébe, és akkor ezen kívül pedig még tudunk állítani ilyeneket, hogy fényerő, meg éjszakai mód, meg stb., meg kontraszt, úgyhogy itt még van lehetőségünk arra, ugye itt látjuk azt, hogy itt ez igazából mennyire széles vásznú is lehet, hogyha így tetszik, és akkor így látjuk alapból, úgyhogy tökéletesen fogunk tudni parkolni. Az opció hiányzik ugye, ami a másik Seedben benne volt, hiszen az egyel újabb autó volt, amikor ugye tudtunk egy ilyen alsóvezetet is választani. Ez itt nincsen, de hát azt hiszem, hogy azért az esetek 95%-ában is bőven elég. Ha pedig rálátunk töltés közben az autóra, mondjuk az étteremből éppenséggel, akkor ezen a három LED villog, és ezeken lehet látni, hogy áll éppen az autó akár messziről is. Természetesen azt mindenki magának dönti el, hogy mit tart a hétköznapok során élhetőnek, milyen opciók fontosak számára egy autóban, milyen tulajdonságokat tud egész pontosan kihasználni napi szinten. De azt gondolom, hogy a mellettem álló típus tényleg feloldhatja azokat a sztereotípiákat, amiket mondjuk például a menettáv okozta, aggódás váltott ki, illetve esetleg fapadosnak féltek a különböző elektromos autókat, hiszen ebben már minden olyan dolog megtalálható technológiailag, és egyéb szinten is, ami egy szupermodern autóba szükséges és elvállalható 2021-ben vagy 2022-ben. Tényleg nagyon jól éreztem magamat a teszt alatt, és egy pillanatig sem éreztem azt, hogy bármilyen kompromisszumot kellene kötnöm az elektromos meghajtás miatt, sőt igazából el is felejtettem szinte sokszor, hogy elektromos autóban ülök, úgyhogy teljesen jó kiállta a próbát. Listen, kid. There's one thing I can tell you about this city. You either love it or want to burn it. No middle ground.
Végre, közel másfél év várakozás után megkaptuk a Cyberpunk 2077-nek a Next Gen, vagyis hát most már másfél évvel később hívjuk már inkább jelenlegi gennek, a jelenlegi konzolokra felújított változatát, nevezetesen PlayStation 5 és Xbox Series X-re, illetve S-re is, bár ott vannak különbségek, de ezt meg később kifejtem. Egyébként ahhoz képest, hogy milyen helyzetbe tették saját magukat, szinte meglepő volt, hogy most megjelent ez a patch, ugyanis amikor ugye eredetileg tavalyra ígérték, aztán annyi minden történt, és annyi hibát kellett kijavítani, és annyi mindent nem sikerült kijavítani, hogy ezt egy kicsit elengedtük, és én arra tippeltem volna még egy hónappal ezelőtt, hogy szerintem majd csak maximum évvégén fog ez megjönni. Na hát most meglepődtünk, megjött, nézzük is meg, hogy mik az újdonságok, és hogy tényleg sikerült kijavítani egy csomó mindent. Not everyone's buying it, but if you want to know for sure, you just need to try it for yourself. Természetesen ilyenkor a legizgalmasabb a két grafikus mód, az egyik a teljesítmény, a másik pedig a Ray Tracing nevet kapta, hát a nevükből következik természetesen, hogy ezek mit tudnak csinálni, csak itt az a különbség, hogy a Ray Tracing mód egy kicsit csalódást okozott nekünk, hiszen itt nem igazán arra helyezték a hangsúlyt, ami a leglátványosabb a Ray Tracingben, amikor például gyönyörű szép üvegfelületeken, ablakokon vagy egyéb helyeken visszatükröződik a külvilág, hanem itt inkább az árnyék hatásokra mentek rá. Hát szó se róla, nyilván a jövőben egyszer majd azt mondjuk, hogy hát ez a helyes, meg stb. De azt kell, hogy mondjam, hogy itt lehet látni ezeket az összehasonlító pillanatokat most éppen, hogy emberlén a talpán, aki éppen a lövöldözések között, vagy éppen amikor ezredszer megy el ugyanott, akkor ezt észreveszi, és bármit számít neki. Valóban valóságosabb az, hogy a körvonal az picit ugye másképp néz ki, mint hogyha tűéles lenne minden esetben, de most őszintén ez nem tesz hozzá semmit nagyon, és hát ugye éjszakánként pedig, amikor ugye gyönyörű volt egyébként is Night City, hát akkor ugye mennyivel szebbek lettek volna mondjuk Ray Tracing visszatükröződések. Na mindegy, ezt engedjük el. Ami persze még nagyon fontos, hogy performance módban viszont fix 60 FPS kapunk, és ezt mind a két gép nagyon jól hozza. Lehet is látni az összehasonlító videókat, hogy az esetek 99%-ában tényleg mind a kettő gép tökéletesen hozza a 60-59 FPS-t. Ray Tracing módban talán a PlayStation 5 stabilabban hozza a fix 30-at és nem ingadozik, de még egyszer mondom, hogy teljesen feleslegesnek tartom a Ray Tracing módot ebben a játékban, de hát persze ízlés dolga, nyugodtan játszom bárki bármikben, de én egyértelműen a teljesítmény módot javaslom. Fontos megjegyezni, hogy Xbox Series S-en, ami ugye a gyengébbik kistesója a legújabb Xbox szériának, ott nincsen ilyen lehetőség, nem tudunk változtatni a módok között, és be kell érnünk 30 FPS-sel. Illetve természetesen PlayStation 5-ön még annyi bónusz következik az Xboxhoz képest, hogy a DualSense kihasználja a játék, és a fegyvereknél eltérő ravaszthatásokat kapunk. Sok kritika ért egyébként a Cyberpunknak a mesterséges intelligenciáját is, hát most ez is jobb lett, és sokkal okosabban reagálnak bizonyos helyzetekbe. Ezen kívül a forgalomban is javult a gondolkodásuk a különböző vezetőknek, értelmesen próbálnak minket kikerülni, vagy egyébként bekattanhatnak, amikor fejlegesítjük őket, akkor hirtelen a gázba taposnak, és még a balesetet is kockáztatva megpróbálnak eliszkolni akkor, hogyha valami bajt neszelnek meg. Az autóvezetés is sokat javult, és ha minden igaz, akkor erre még moddereket is felhasználtak, tehát külső segítséget sem szégyeltek felhasználni a CDPR-nak a fejlesztői, úgyhogy sokkal jobb lett a vezetési élmény elméletileg. Nem csak kezelhetőbbé tették a négykerűeket, hanem a fizika törvényeivel is jobban összhangba hozták a viselkedésüket. Azt pedig már eleve nem értettük, hogy miért nem lehetett játék közben is megváltoztatni a karakterünknek a kinézetét, na hát most már erre játék közben is van lehetőség. Ezen kívül a különböző képességek rendszerébe is minimálisan belenyúltak, időközben azért másfél év alatt kiderült, hogy vannak haszontalanok, ezek közül egy párat kidobtak, helyettük behoztak újakat, de a legtöbb azért változatlanul maradt, de a modok számánál viszont kicsit csökkentették a lehetőségeinket, egyrészt maguknál a slotok számánál is, illetve a kompatibilitás területén is. Bekerült pár kényelmi funkció is, például az időgyorsítás sokkal jobban áttekinthető, ugyanúgy a térkép is szintén, és a hívásfogadás kezelése is sokkal barátibb lesz. Be kell ismerni, hogy a CDPR az elmúlt 15 hónapban rengeteg energiát ölt a játékba, és ezt abszolút meg lehet neki köszönni, viszont ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogy a Cyberpunk 2077 az sosem lesz az a játék, amit a marketing és az egyéb ígéretek azok sugaltak még a megjelenés előtt. El kell fogadnunk, hogy ez a projekt ez nagyjából ilyen lesz, mint amilyen most, és próbálj meg örülni minden fejlesztésnek. Természetesen, mint minden patchnél, ez is hozott el újabb bugokat, de azt gondolom, hogy ezek azért nem olyan kardinálisak egyáltalán, mint az indulásnál volt, tehát mindenképp bármilyen géptípuson
érdemes feltenni ezt a legújabb patchet. Bár azt hallottuk, hogy megint ugye a korábbi generáció vannak problémák, és valakinek el sem indult a játék, de szerintem ezt valószínűleg pár napon belül javítani fogják. Úgyhogy azoknak is állott, akik olyanok, mint például én, akik félbe hagytuk a játékot annak idején, amikor megint is után játszottunk vele, most érdemes újra belevágni, akár előről kezdeni, mivel megváltoztak, ugye mondom még egyszer dolgok, és ezért lehet, hogy jobb, hogyha egy tiszta lappal indulunk neki Night City felfedezésének. Úgyhogy mindenképp most, aki PlayStation 5-ön vagy Xbox Series X-en szerette volna magát belevetni a kalandokba, annak most jött el az ideje. Ahogy megszokhattátok, ezen a héten is jövünk a legizgalmasabb hírekkel, vágjunk is bele! Kezdjük rögtön egy nagyobb blokkal a Rainbow Six Siege világából, ugyanis rengeteg hír látott napvilágot. Egyrészt most már tudjuk pontosan, hogy milyen lesz az új operátor, aki az Azumi névre hallgat, egyébként egy japán hölgyről van szó, és egy védő operátor, ami ugye azt jelenti, hogy valamilyen védekezésre szükséges képességgel áldott őt meg a sors. Hát itt láthatjuk is a bejátszón, hogy egy nagyon érdekes képesség, ilyen még nem volt korábban. Nevezetesen be tudjuk vele tapasztani ezzel a fura ilyen nem is tudom mivel, ami megdagad, és akkor így beterít tulajdonképpen azt a helyet, ahol kilőjük, és ebből hát ha jól látom, akkor legalább egy kettő kell ahhoz, hogy mondjuk egy ajtónyi részt be tudjunk vele tapasztalni. Tehát ha mondjuk beszakítják a falat, és ugye szeretnénk ott elakadályozni, hogy újra beüljenek, vagy pedig egy ajtót szeretnénk újra lezárni, akkor itt van a lehetőség. És ez ugye azért nagyon érdekes, mert semmilyen hasonló képesség nem volt eddig, tehát ez kicsit megbújthatja a metát, új taktikákat kell kidolgozni, és persze meglátjuk majd, hogy mennyire kell alakítani a képességét a hölgynek, hiszen tudjuk, hogy amikor bekerül a játékba, akkor utána egy-két hónapon belül azért ki szoktak derülni ugye a dolgok, hogy túl erős, túl gyenge. Ugye ígérik, hogy egy picit a cooldown-nal majd azért fognak szórakozni, tehát azzal, hogy milyen gyorsan tudjuk ezeket a képességeket egymástán elsütni. Meglátjuk minden esetben, hogy milyen lesz. Ami viszont talán még érdekesebb ennél is, hogy jön majd egy új pálya, ha minden igaz, akkor ezen a seasonon belül. Ugye itt vannak seasonok, ez nem összekeverendő year-rel, ugye year-en belül több season van, ebben most nem mennék bele. Lényeg az, hogy hónapokon belül várható új pálya. És nem csak a fő játékrész lesz, hanem még a Team Deathmatch módhoz is lesz új pálya, ugye a Team Deathmatch mód is egy újdonság, és mindenképp az új pálya ígérete talán a legjobb, hiszen évek óta nem volt erre példa a Rainbow Six Siege világában, és hát ránk férne már tényleg egy új pálya, ami olyan kihívásokat ad, meg annyira izgalmas, hogy szeretnénk oda újra játszani, hiszen azt gondolom, hogy az elmúlt egy évben főleg inkább ugye különböző bakikról hallottunk sajnos, és hát mi itt nálunk is a Kibermában többször szerepelt, amikor éppen valami új bug bekerült, és akkor ezen nevettünk, meg játszatlan volt, meg stb. Úgyhogy nagyon ráférne egy új jó pálya a játékra. Rengeteg pozitív hír érkezik az Assassin's Creed Valhalla világából, bár a játék azért már jó ideje megjelent, de például a közelmúltban derült ki az is, hogy ez a Valhalla legsikeresebb AC a Ubisoftnak a történetében, úgyhogy nagyon büszkék rá, és hát ezzel párhuzamosan érkezik majd egy hatalmas kiegészítő is, ugye a napokban, amiben szintén azt ígérik, hogy valaha volt legambiciózusabb kiegészítő a játékhoz, tehát tényleg egy nagyon nagy storyline-t ad hozzá, és tényleg nagyon sok tartalom lesz benne. De amilyen apropóból most szerettünk volna beszélni róla, az nem más, hogy február 24-től egészen 28-áig bárki ingyen kipróbálhatja majd az Assassin's Creed Valhallát, hogyha a megjelenése óta esetleg még nem tette meg, viszont most ezeknek a pozitív híreknek a hatására megjött volna hozzá a kedve. Annyi még van, hogy sajnos platformokat nem írt a Ubisoft, úgyhogy nem tudjuk, hogy ez minden platformot érinte, PC-t is érinti-e, vagy csak a konzolokat, stb. De minden esetre egy pozitív kezdeményezés, hogy próbáljuk ingyen a játékot, úgyhogy én mindenkinek azt ajánlom, hogy egy kicsit adjon neki egy pár órát, aztán meglátja, hogy meghozza a kedvét. Tényleg egy olyan játékról van szó, mert rengeteg tartalom van, úgyhogy érdemes belevágni. Most pedig hardware percén következnek, ugyanis vannak pozitív híreink, illetve hát részben pozitívak. Az egyik és a legfontosabb, hogy elkezdtek csökkenni a végjáknak az árai, talán végre lesz ebből valami. Természetesen az fontos megjegyeznünk, és ezért mondtam, hogy csak részben pozitív, hogy itt azért arra ne számítsunk, hogy olyan árak lesznek valaha is, mint amikor mondjuk bejelentették még az egész chiphiány előtt mondjuk a 2-es széria, 2000-es széria környékén a 3000-es szériát, és akkor mindenki azt hitte, hogy hát itt most borulni fog minden, mert hogy sokkal olcsóbbak és jobbak lesznek ugye a 3000-esek. Ezt felejtsük el, tehát azok az irányárak, amiket akkor meghatároztak, azok sosem jönnek el talán. Ne arra számítsunk, hogy most esetleg a felére vagy a háromnegyedére lemennek újra, ne erre számítsunk. De az tény és való, hogy különböző megszólítások érkeztek, ugye kriptovaluta, illetve blockchain vagy blokklánc, ugye
számításoknak a környékén, tehát most már egyre kevesebb embernek éri meg ezzel foglalkozni, ugye főállás szinten, ezért elkezdtek visszaszállítkozni a végiák a gamereknek a birtokába, úgyhogy reménykedjünk, de tényleg itt rengeteg minden más, hogy a infláció, stb. Ezekben nem akarok belemenni, ne arra számítsunk, hanem arra számítsunk, hogy némileg realizálódik a helyzet, és ha már AMD, akkor örülhetnek az AMD rajongók, hiszen a cég maga megelőzte életében először az értékében az Nvidia-t, többet ér maga az AMD név. Mondjuk sosem értettem, hogy valaki mondjuk a szereti egy cégnek a különböző ilyen fejlesztéseit, annak úgy Nvidia-li szinten miért örül, hogy most ő többet ér, mint a másik, hiszen ebből mi aztán semmit nem fogunk profitálni, de a lényeg az, hogy ez akkor is egy érdekes mérföldkő, hiszen most már 30-20 éve gyakorlatilag megy ez az AMD-Nvidia párharc, és érdekes, hogy most éppen ők állnak előbb egy kicsit, de hát tulajdonképpen ez nem jelent tulajdonképpen semmit, a két cég nagyjából felfelmehet halad értékben most már évek óta. És a végére pedig még két kézzelfoghatóbb hardware hír, az egyik a szó szerint, hiszen megalkottak egy nagyon érdekes billentyűzetet, aminek nagyjából az lenne a lényege, hogy egy ilyen touchpad-szerű felület van, így gyakorlatilag ott a VHD gombok alatt, ahol ugye a gameletnek a 90%-a ugye játszik a különböző FPS-ekkel, meg más dolgokkal is, és gyakorlatilag ez valami olyasmire jó, hogy ez érzékeli ugye a különböző kézmozdulatainkat, és hogyha például itt van egy ilyen videó, hogy itt amikor oldalra akar valaki ugrani, akkor, vagy gördülni, akkor így ezáltal gyorsabb, mert ahogy a kezét megmozdítja, így rögtön már ez így beveszi egy utasításnak, és akkor stb. Nem teljesen tiszta nekem, hogy ez hogy működik, illetve a precizitása nekem hatalmas kérdés, tehát ugye ezért van az, hogy nem nagyon vették át semmilyen motion irányzék, pedig azért vannak már egész jók, de semmi még a mai napig ugye például az egérrel való célzást, hogyha mondjuk igazi kompetitív FPS-ezésről, cségózásról vagy ilyesmiről beszélünk, nem véletlenül, hogy semmi nem vette még át ennek a szerepét, és hát a billentyűzet is ugye, tehát hogy ezek ilyen nagyon pontos dolgok, és hogyha már egy tapipad nem úgy érzékel, akkor ez már nem fog tetszeni szerintem a profiknak, mindenesetre azt ígérik, hogy a Dotától kezdve a cségon keresztül rengeteg játékban, illetve hát itt a bejátszókon meg ugye Valorant is van, hogy ezekben mind előnyt lehet szerezni vele. Az biztos, hogyha ez tényleg így van, akkor a profik rá fogják vetni magukat, hiszen tudjuk, hogy ott már ilyen lassan már ilyen 500 ezer herces monitorok vannak, meg stb. Azért, hogy akár egy ilyen 1000 másodperces előnyt szerezzen valaki. Úgyhogy ez biztos, hogy ez tényleg működik, akkor itt napokon, heteken belül erről hallani fogunk a legnagyobb e-sport játékosoktól, úgyhogy kíváncsian várjuk ezügyben a fejleményeket. És hogy még egy pozitív hírt mondjunk a végére, többször szóba került nálunk is, hogy hát én nagyon szeretem a Nintendo Switch-et, de hát tényleg egy olyan gyenge hardware-ről van szó, hogy már megjelenésekkor is gyengén volt mindennél, és hát azóta meg ugye már jött a PS5, meg az Xbox Series X, meg minden. Megmerem kockáztatni, hogy a mobiltelefonnak erősebb processzora van, mint annak. És egy jó hír van, hogy hát nem is nagy százalékban, ezt nehéz kifejezni pontosan, de talán egy picit lehet gyorsítani, szebbíteni a játékokon. Ráadásul nagyon érdekes az egész sztori, ugyanis bár a Nintendo Switch-ben Nvidia Tegra chipset van, mégis az ellenfél az AMD-nek az egyik szoftveres technológiája, nevezetesen a Fidelity FX az, ami javíthat a játékokon, ugyanis ez egy olyan szoftveres technológia, ami gyakorlatilag, hogyha támogatja valamilyen chipset vagy bármi, és le tudja futtatni, akkor ez képes bármi futni, tehát nem igényel AMD hardware-t, ez nagyon fontos, és bele tudják integrálni ezt a Fidelity FX-et a különböző grafikus engine-ekbe, akkor ebből mindenki profitálhat. Úgy néz ki, hogy az első fecske az talán a Switch Sports lesz, ami ugye tudjuk, hogy annak idején, amikor kijött még a Nintendo Wii, és akkor nagy szám volt még ugye ez a nunchuck, meg ezek a különböző mozgásérzékelők, akkor hatalmas sikert futották, gyakorlatilag ugye azzal együtt lehetett a konzolt beszerezni, és nem volt ember szint, aki ne játszott volna pár órát a golfal, meg a teniszel, meg stb. Na hát most jön a Switch Sports, és ha minden igaz, akkor a Fidelity FX-el felturbózva még szebb látványt kapunk. Én csak reménykedni tudok abban tényleg, hogy a Nintendo Switch-nek egy kicsit ki lehet így tolni még az életútját, hiszen egyébként sikere halmoz, tehát nincsen okukra, hogy hardware-t váltsanak, ugyanakkor viszont tényleg nagyon le vannak maradva. A legújabb játékok azok úgy néznek ki, mint a 20 évesnek lennének lassan mondjuk egy Horizon Forbidden West mellett, úgyhogy ráfér egy kis javulás. Ezek voltak erre a hétre a híreink, a szokásos címen pedig nézzétek meg a trailereket, meg a különböző bejátszókat teljes hosszúban. Mi pedig jövő héten újra jelentkezünk a legújabb hírekkel. Sziasztok!